Hello! Jó napot kívánok! Üdv a csatornán! Apátok megérkezett, lassan már tényleg végzünk az oktató anyaggal. Elvileg ma, tudjátok mit fogunk venni? Ami egyik legérdekesebb szerintem ebben a játékban, mivel nagyon fejlett és nagyon érdekes tud lenni, mármint így sokkal fejlettebb, mint a Farming Simulatorban is. Már kapom a savazást, hogy Farming Simulator fika, de nem az, hanem igazából hát valamihez hasonlítani kell a dolgokat, mivel ez egy farmer játék, nem olyan farmer, nem a kék, amit felhúzol a seggedre, hanem a másik fajta. Na, vágjunk bele a lecsóba, és elvileg ma meg kéne tanulni, azt tervezem, hogy így megyünk végig az összes olyan tutoriálon, ami a munkással foglalkozik, mert szerintem ez az egyik legkülönlegesebb és legérdekesebb rész ebben a játékban. Mármint a legérdekesebb ilyen, hogy mondjam, legkülönlegesebb csoda, mivel olyan dolgokat is tudsz beállítani a munkásnak, amit egyszerűen elképzelhetetlen volt Farming Simulatorban. Na, ebben a bemutatóból megtanulhatod, hogy kell utasítani az alkalmazottat a terepi munkák elvégzésére. A 14. mezőt egy alkalmazottnak kell megművelnie. A terepi munka létrehozásához traktorra, munkagépre, mezőre és alkalmazottra van szükséged. Ugye itt a munka, az alkalmazottakat rendesen felveszed, népszerint vannak, skilljük van. Be tudod osztani még olyanra is, hogy rendezze az állatokat, vagy éppen rakodjon, vagy pedig hordja a szemet, szóval nem csak az van, hogy ki, nem csak mezei munkát tudsz vele végezni, nem csak szántóföldi munkát, hanem egy csomó mindent. De már vágunk is bele a lecsóba, hogy megkérdezzük, mit kell csinálni. Na, nyisd meg a játékmenüt, ez nagyon érdekes, ez a munka erőfölvétel, nagyon kíváncsi vagyok rá, igen. Ebben a menüben feladatokat hozhatsz létre, és megtekintheted a korábban megkezdett, jelenleg aktív feladatokat is. Kezdjük egy új feladat létrehozásával. Rendben, új feladat, igen. Először megadjuk a feladat típusát, válasszuk a terep munka lehetőséget, a terepi munka olyan általános folyamatra utal, amelyben a szántóföldön végzett műveletekre kerül sor, például szántás, boronálás, vetés vagy trágyázás. Ugye? Látjátok, hogy szállítmányozást is lehet nekiadni, szállítás, betakarítás, takarmányozás, meg ugye a biogáz üzembe is ki tudod rendelni, hogy ott dolgozzon, szóval konkrétan ilyen bármilyen munkát tudunk neki végezni. Most terepi munka, és akkor egy sofőrt kellene megbízni, a sofőrök, én... figyeljetek, a szőke csaját fel kell venni, ki kell választani, ugye az az egy munkavállalónk van jelenleg. Járművek, igen. Milyen járművel szeretnénk, hogy csinálja? Ugye ezzel szeretnénk. Hoppá, ez nagyon érdekes. Úristen, ezt hogy van ez megoldva? A traktor jobb oldalán látható az összes elérhető rögzítési lehetőség, amely a traktor hátulján található. Mivel a kultivátor a hátsó emelőhöz... Ja, itt van a izé, hátul végezhető dolgok, itt meg az elől végezhetők, szóval ki lehet adni neki, hogy miket használjam? Mivel a kultivátor hátsó emelőhöz kell rögzíteni, itt ki kell választanunk a három pontos csatlakozást. Az egér középső gombjával mozgathatod a kijelölési ablakot. Ez akkor hasznos, ha nagyobb jármű kombinációkat raksz össze. Oha, basszus, ez már előre látom, hogy ez nagyon durva lesz. Igen, kiválasztjuk ugye a kultivátort. Előre meg kiválasztjuk, hogy egy súlyt használjon. Rendben. Oké, mens a járműszerelvét mentjük. Igen, ki kell választani, hol dolgozzon. Tehát itt ilyen rohadt összetetten meg tudod csinálni. A menüben több lehetséges beállítás található, például a mezőbejegyzés vagy a célállomás, miután a feladat kész. Ennek segítségével részletesen megadhatod, hova menjen, vagy parkoljanak a járművek, ha elkészültek. A menü lehetővé teszi a feladatok mentését, sablonként is, így nem kell újra létrehozni őket semmiből. Ezután az előreállított, beállított sablonokat bármikor felhasználhatók feladat indítására, vagy új feladat esetén apró részletek megváltoztatására. Mentsük el a jelenlegi feladatot sablonként. Igen. Rendben. Igen, megadhatjuk neki, hogy a Mari. Csöcsös Mari. A csöcsös Mari kultivál. Kultiváljon. Oké. Okay. Mentés sablonként. Oké. Okay. Erősítsd meg a folytatás gombbal. Most, hogy elmentetted a feladatot sablonként, akár fel is használhatjuk egy új feladat létrehozására. Először listázzuk a mentett sablonokat. Igen.
Igen, van egy csöcsös Mari, kultiváltó terepi munka, igen. És hozd létre egy feladatot a sablomból, új feladat a sablomból. Tehát körülbelül hasonló, csak ugye tudsz módosítani rajta dolgokat, igen. Az új feladat beállításait így a korábban mentett sablomból másoljuk át, amennyiben az alkalmazott és a gépek rendelkezésre állnak. Minden feladatnak meg lehet adni egy egyedi kezdési időpontot, mivel haladéktalanul megkívánjuk kezdeni terepmunkát, választjuk az azonnali lehetőséget. Igen, mentés. Jó, és várjál. És oda nézzetek, a csöcsös Mari már megy kifele. Amint láthatod, az alkalmazottad most a 11. földterület felé tart. Ha újra meg szeretnéd tekinteni a feladatot, vagy törölni kívánod, akkor ezt a tervezés menüben teheted meg. Amint az alkalmazott befejezte a feladatot, erről értesítést fogsz kapni. A következő oktató anyag segítségével elsajátíthatod, hogyan kell elvégezni a betakarítás munkások segítségével. És nézzétek, kimegy a területre és elkezdi csinálni, és ráadásul mert nagyon érdekes, hogy fogja csinálni. Ugye úgy fogja csinálni, hogy nem csak hogy megcsinálja, hanem mivel ez egy talaj munka, ezért ugye megcsinálja a közepét, utána pedig le fogja dűlőzni. Szóval ilyen értelmesen csinálja, nem csak úgy, hogy így, mit tudom én, mint a farmingba. Bár nem akarom tényleg, nem akarom ahhoz hasonlítani mindig, mert kapom érte az ivet. Rendesen. Jó, akkor ez megvan, srácok. A betakarító munkás a következő. Megnézzük, hogy az milyen lesz. Szuper egyébként, tök jó, hogy így el tudod menteni, tehát akkor tudsz létrehozni olyat, hogy mondjuk kultiválás, 14-es mező, kultiválás, 15-ös mező, különböző alkalmazottjaidra, és akkor csak el kell indítanod őket, és akkor kimennek, ugye. Meg tudsz adni egy csomó ilyen pontot, hogy hol parkolja utána le a járművet, ugye ki tudod választani, milyen járműveket használjon, mit vegyen fel, milyen orsúlyt, hogyha ugye több géped van, melyik géppel menjen ki, egy csomó mindent ugye tudsz ebből beállítani, ami szerintem rohadt érdekes, főleg mivel ugye nincs multiplayer a játékban, emiatt ugye tök hasznos, hogy egy ilyen nagyon kiforrott mechanika működteti a gépi munkást. Ebből a bemutatóból kiderül, hogyan kell utasítani egy alkalmazottot egy szántóföldi betakarítási munká latainak elvégzésére. A kukorica a harmadik területen növekszik, és itt az ideje a takármány betakarításának. A betakarítási feladat létrehozására szükség van traktorra és pótkocsira, valamint egy betakarítógépre, például kombájra vagy szecskázóra. Gondolom, hogy itt még azt is meg tudod csinálni, hogy konkrétan kijelölsz egy melóst, hogy betakarítson, és kijelölsz egy melóst, hogy szállítson. Konkrétan mindent meg tud csinálni a munkás. Nyilván ez pénzbe kerül, nyilván ez egy ilyen nagyobb gazdaságban érdemes már, de mindenképpen roppant érdekes, hogy ilyeneket lehet csinálni, de mindjárt megnézzük. Nyisd meg megint a menüt, ugye? A játékmenüt. Melósok. Ebben a menüben új feladatokat hozhatsz létre, és megtekinted az aktív feladatokat először, és új feladatot fogunk létrehozni. Viszont ugye, amikor így elismételi a játék, hogy mit kell csinálni, például most, az azért van, mert ugye nem biztos, hogy te sorrendben csinálod ezeket a tutoriálokat, nem is biztos, hogy az összeset megcsinálod, ezért próbál konzisztens maradni, hogy ha esetleg ezt a tutoriált hitítottad el először, akkor is ugye érts, hogy mit kell csinálni. Na, hozz létre új feladatot, nyilván, igen, itt már ugye tudjuk, sablon, betakarítási munka kell ugye nekünk, most, betakarítást szeretnénk. De jó, még a szántóföld bejárata, szántóföld kiválasztása, sofőrket összör ugye, és akkor válasszunk ki egy sofőrt, igen, és itt már, oda nézzetek be, csaj, meg a csávó, a hippi gyereket kiválasztjuk. Szerintem a izéből miért éppen Alaszkából basszus a rádiós gyerek, a Krisz talán kiválasztás, járművek, ugye adjunk neki egy darab járművet, a Jaguart. És ugye ki kell választani, hogy milyen eszköz legyen rajt, kiválaszt. Egyébként tök gördülékeny, tök gyors ez a menü. Ez nagyon jó, nem kell semmit várni, nagyon olyan rohadt precíz az egész. Ugye választunk még egy sofőrt, aki majd viszont a traktort fogja üzemeltetni, a 940-es Axiont, és rakjunk őre egy pótkocsit, mivel arra van ugye szükség. Nyomunk egy mentést,
Kiválasztjuk a földterületet, nyilván a hármast, ugye? Választ ki a lerakó helyet, hova rakjuk? Silóba kell tárolni, ezért az egyes farmot fogjuk kiválasztani. Vagyis... Egyes farm silót. Egyes farm silót, rendben. A menüben további lehetőségek is rendelkezésre lennek, például a bejárati pont vagy a feladat befejezés után célállomás menü lehetővé teszi a feladatok mentését sablonként, ugye erről volt szó. Ugye be tudsz állítani, hogy forgóba legyen, hogy a sávok előtt csinálja a forgót, vagy sávok után csinálja a forgót. Tényleg mindent így be tudsz állítani. És akkor legyen az, hogy a Kinga és a Lajos szecskázik. Szecskázi. Oké, mentés sablonként. Oké, elmentettük ezt a sablont, ugye meg tudjuk nézni őket, és itt van a... És ebből ugye létre tudunk hozni akár egy másikat. De most ugye csak annyit fogunk változtatni, hogy azonnal kezdje el. Ugye? És nyomunk egy mentést. És már lehet látni, hogy ők mind a ketten mennek, figyelj, nem kispályáznak. De ezt meg is fogjuk nézni, nagyon kíváncsi vagyok. Ugye, tényleg így ki tudod küldeni őket, nem kell neked beállítanod, hogy hogy csinálják, mit csináljanak, hanem konkrétan ők kimennek a területre, elkezd doratni mondjuk a Kinga, nem tudom, a Lajos az meg ugye hordja, és konkrétan úgy hordja, hogy ugye beviszi a silótba, a bunker silóba például, ott leteregeti, megvárja, ugye több munkást is neki hozzá tudsz adni, például több szállító munkást és több kombányt is ki tudsz küldeni a területre. Tényleg egy ilyen nagyon bonyolult rendszert tudsz létrehozni. Bonyolult rendszer, viszont végtelenül könnyen kezelhető. És ez viszont baromi jó szerintem. És tényleg azért megyek én itt velük, mert kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy csinálják. Remélem, nem valami nagyon messze fogunk menni. Egyszerűen csoda. Gyönyörködni lehet abban, hogy hogyan végzik a munkát, nem gyerekek? És ez tök jó, és nagyon egyszerű a munka, tök jó sablonokat el tudsz menteni, nem kell állandóan megadogatni neki, hogy hogy csinálják, mit csináljanak. Tényleg mennek egymás után ki, ugye valószínűleg félre fog állni Lajos addig a föld végébe, nem, mert mi ugye szecskázunk, hanem ugye mellé fog állni, be tud állítani, hogy vágja a területet a forgókkal, hogy működjön, hogy viselkedjen. Ezeket így mind finomra tudod hangolni, hogy legyen a bejárat a területnek, na kíváncsi vagyok, megérkeztünk, vagy megyünk még valamerre? Még megy valamerre? Nem, szerintem itt lesz, igen, itt fog nekiállni. A kukoricának, ugye, Lajos, már, figyelj, meg Kinga megvárja, nyilván, Lajos, na, Kinga kinyitja izét, vágó berendezéseket, na, Lajos! Csóljad neki, Lajos, le vagy maradva! Kinga már belevágta magát itt a dolgokba. Kinga megvárja, ugye? Nyilván. Mert különben nem nagyon tudja hova szórni. Na, érdekes, hogy fogja csinálni Kingu, Kingu Bingu. Kingu Bingu nem a legszebb. Ja, igen, hülye, nem jól volt beállítva. Szerintem. Új, és az hogy így első ilyen a kerék. Bocs, hogy itt ez a tábla, nem tudom, ezt egyébként oda tudom menni, nem. Igen, ja, ugye Kinga levágja ezért a forgót, Lajos megy utána szépen, addig ugye utána megy, amíg a forgót vágja, utána mellé fog állni szépen, kíváncsi vagyok, hogy dolgoznak össze, hangban leginkább ugye a fordulásnál, hogy mi fog itt történni, mindjárt megnézzük. Jó nagy terület. Viszont itt egy kit kukoricát ez kihagy, hát, Kinga. Egyébként ugye minden egyi munkásnak, akiket felveszel, most ugye nem felvettük őket, hanem ezt csak így bemutatja. Az a rám dudált! Ne! Rám dudált! Na rohadt jó egyébként, hogy besüllyed a talaj, ugye? Ez bőszme jó szerintem. Igen, na mindjárt megnézzük, hogy a végén hogy fog. Hát ja, a kukoricát az szépen itt elhagyta egy pár darabot, de ott rohadjon meg. Ja, hát Kinga is egy fickó egyébként, amint látom, ugye a modellek az ugyanazok, tehát nem lesz egy csöcsös saj a kombányba, bárki is bármennyire szeretné. Hát jó, hát lehet, hogy nem várom még végig.
Az a lényeg, hogy ezek szépen learatnak. Ugye, hogyha Lajosnak megtelik a tartály, egyébként lenyitotta az ajtót, néznek, ahogy kell, utána fölcsukja, minden folyamatot teljesen jól végeznek. Valószínűleg a föld végén a fordulást is. Figyeljetek, nagyon a mesterséges intelligencia az böszme jó ebbe a játékba. Egyszerűen ilyen dolgokat, hogy ilyen egyszerűen be tudsz állítani, ilyen gyorsan és ilyen jól végzik a munkát, hát ez le a kalappal. És bármennyire is nem akarom hasonlítani Farming Simulatorhoz, gyerekek, azért kell hasonlítanunk, hogy azért tudnának mit tanulni, nem? Hogy egy ilyet így el tudsz végezni. És szerintem ezt böszmeljünk. Ez nem az van, hogy kimész aztán egy hátnyomsz a területet. És ez tök jó rész meg. A Lajos megvárja, amíg Kinga kiér. Tudja, hogy meddig fogja előni az eszköz. És akkor ugye, mivel be van állítva neki, hogy forgót vágjon, emiatt ez így működik, ugye a forgó, vagy forduló, utána ugye jön, nyomott egy shot utána Lali, és akkor szedi alá szépen, megy utána. És nyilván a következő soron, amikor már be fog férni mellé, akkor mellette fog menni, ugye itt nem fog mellette menni, ki tudja mi van, milyen terület van mellette, van-e fák, minden, nem kell kerülgetni, így mögötte vagy, de a következő soron ugye már oda-vissza fog járni Kinga, mellette fog járni Lajos, úgyhogy ez tök jó meg van csinálva. De menjünk is tovább, azt nézzük, hogy mi van tovább. Szállítás segítő. Hát de egyébként a szállítás segítőt, azt hogy tudjuk a szállítást? Tehát meg tudunk adni neki, hogy adjon el például gabonát? Meg tudjuk adni, hogy hol? Ezeket nem tudom, egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ennyire jól meg van csinálva ez a rendszer. Ugye FS22-ben is van már az, hogy tudod küldeni A pontból B pontból a traktorosod, megcsinálja úgy, ahogy. De hogy ilyen bonyolult feladatokat akár több segítő összedolgozva, mert ugye össze kell, hogy dolgozzanak, meg tudjanak csinálni, és szerintem ez kivételesen jó. Na, a következő bemutatóból megtudhatod, hogyan bíz meg alkalmazottaidat egy rakomány szállításával, megvásárlásával vagy eladásával. Létre kell hoznod egy feladatot, amelyben az alkalmazottak két helyen is meg kell majd állnia. Tehát akkor két helyen is meg kell állnia. Halljátok, hogy konkrétan egy összefűzött rendszert is tudsz vele csinálni. Elnézést, szerintem meg vagyok fázva, nem tudom, légkorni az betett a kocsiba múltkor. Sanyi, mit csinálsz te meg? Kezdés. Jaj, nem kezdek el körgnét. Oké. Oké, ebben a menüben feladatokat, igen, azt tudjuk. És akkor új feladatot létrehozzunk, egy sablont, egy szállítás, gondolom akkor, igen. És egy sofőr kellene hozzárendelni, kiválasztjuk. Igen, itt van Lajos, úgy látom. Járművek, igen, kiválasztjuk, hogy az ezzel menjen. Kiválasztjuk, hogy egy pautkocsit azt azért nem ártana minden testvére. Ugye úgy van több eszközet, akkor igazából ki tudod választani, hogy melyikkel menjen. Szóval itt most csak azért van az, mert az egy pótkocsink van ugye ebben a tutoriálban. Minden szállítási feladat tartalmaz egy listát a helyszínekről. Ebben a fejezetben az a cél, hogy a munkás gabonát szállítson a gazdaság silójából a kikötőbe, és eladja azt. Ehhez minden szükséges helyszínen megvan adva egy megálló. Azt a rohadt életben, tényleg elnézést ezért, hogy kövök. Szállítási feladatnak tetszőleges számú megállója lehet, és több rakomány szállításáról is rendelkezhet. Arra azonban ügyelni kell, hogy a pótkocsin egyszerre csak egyféle rakomány legyen. Hát azt gondoltam, hogy össze is tudjuk keverni ebbe a játékba a rakományokat, ami nem biztos, hogy baráti. Jó, állomás hozzáadása. Ugye először akkor konkrétan a gabonatárolónkat kell megadni, ugye, hogy onnan vigyen valamit. A rakomány típusa, mit szeretnénk, mit vigyen. A búzát szeretnénk, hogy vigye, nem magot, nem búza magot, hanem konkrétan búzát. A rakodási pont kiválasztása után még meg kell adnunk a kirakodási helyet is. Esetünkben az alkalmazottnak a kikötőbe kell kirakodni az árut. Rendben. Igen, és akkor így megy végig, ugye, nyilván. És akkor a kikötőt ki kellene választanunk, hogy oda menjen. Kikötő gabona értékesítés, ugye? Igen. Jó. Ezekkel a beállítások az alkalmazott el is végezni a feladatot, de amennyiben egynél több szállítmányt akarunk eladni, akkor udvarral
ismétlést is meghatározhatunk. Tehát hordhat akár mert akárhány fordulót konkrétan. Ismétlődő útvonal. És akkor ki tudjuk választani, ó, az útvonal különböző feltételekkel zárható le. A folyamatos opció egyáltalán nem zárja le az útvonalat, a dátum egy meghatározott dátum eléréséig fut. A mennyiség addig fut, ameddig el nem éri bizonyos szállítási mennyiséget. Válasszuk ki ezután a mennyiség paramétert. Jó, ugye be tud állítani, hogy mennyit szállítson. Hogy 50 ezer. Litert szállítson a kikötőbe. Tehát akkor, hogyha esetleg nem fér fel a pótkocsira, akkor ő egész végig addig fogja hordani, ameddig a pótkocsira fel nem fér. Ez viszont szerintem böszme jó megint, ezt nem tudom elmondani mennyire jó. Ugye elvileg be fog menni a gabonatárolóba, és ez tök jó, hogy nem is csak egy ilyen, hogy hopp, megtellett, hanem ugye fel is kell rakodnia, ő meg fogja csinálni, és az is egy tök durva, hogy ugye, hogyha a pótkocsi nem elég kapacitása van, be tud állítani neki, hogy mennyit szeretnél eladni, és akkor ő elfordja. Ez én nem tudom, hogy a készítők, ennek a játéknak a készítői ufók voltak-e, vagy nem tudom, hogy tudták ezeket megoldani, hogy ennyire szépen, ennyire jól gördülékenyen működik, nézzétek meg, hogy megtölti. Nincs egy semmi humbuk, hogy most csak hirtelen így belekerül, és akkor nem tudom, így konkrétan hibátlanul működik ez az egész. Ugye itt is több traktorost is megadhatsz, akkor sorba állnak, vagy akár kamion, vagy bármivel tudod hordatni vele a szemet. Meg ugye tudod azt csinálni, hogy össze tudod fűzni ezeket a dolgokat, hogy akkor menjen innen meg, elmondjuk, aztán hozzon magot a gazdaságba, és akkor ugye azt ki fogja ide rakni, vagy akár meg tudod határozni neki, hogy hova vigyen, vagy tényleg bármit így össze tudsz fűzni, és tudsz vele szállítatni. Meg, és innentől elengeded a kezét, hogy megcsinál mindent, a végén meg leparkol aztán csá, és eladta az 50 ezer mondjuk a gabonát, behordta a magot, megcsinált mindent. Ez nem tudom, ezt felfoghatatlan szerintem, hogy mennyire jól megcsinálták. Oké, akkor következő. Állatszállító alkalmazott, igen. Igen, jó, meg gondolom, akkor ugye állatot is tud eladni, tud venni, le tudja rakni, az is tök durva, mert ugye azt is egy helyen tudod, be az istállóba kell menni, oda kell menni a transporthoz, onnan el kell szállítania, el kell menni ugye az állatkereskedőhöz, oda kell tolatnia, ki kell izelnie, ki kell rakodnia, másik állat, egy másik karámba ugye tudod felrakodni, úgyhogy ezeket, nekem az csoda, hogy mennyire jól meg van csinálva. Na, ebben az oktatóanyagban megtanulhatod, hogy kell utasítani az alkalmazottat állatok szállítására, vásárlására vagy eladására. Létre fogunk hozni egy feladatot, amelyben két helyet is kijelölünk, ahol az alkalmazottak meg kell állnia. Jó. F1, ugye? Itt már tudjuk, hogy állomány. Ó. Rendezési istálló szerint, igen. Oké. Választ ki az első állatot, és akkor be kell raknom, gondolom, az átrakóba, azt nekünk kell berakni. Átrakó, áthelyezés. Még 6 darab szarvas marhával ezt meg kell csinálni. Hogy ugye az átrakóba el kell raknunk, onnan fogja fölvenni a melós. Ugye ezt nekünk kell kiválasztani nyilván, mert ugye akkor ilyen random vinni ezeket. Ugye ezek minden egyének neve van, Ferenc az a neve, érted ennek a marhának. Itt ugye az valami, hogy ki kell választani, ne az legyen, hogy a szállító így gondol egyet, aztán így random marhákat fog elvinni. Hanem ez szerintem ez tök jó dolog, hogy ez te választod ugye ki. Mária, ez... Átrakó, áthelyezés, jó, jöhet a második. Henninget is átrakjuk az átrakóba. Hans Helmutot is átrakjuk az átrakóba. És akkor így kiválogathatod ugye, melyiket szeretnéd, hogy elvigye. És így akkor azért tudod. Egy kicsit az hiányzik, hogy nem tudom kipipálni, és akkor úgy át tudom rakni az átrakóba, de egy a fene. Na ugye akkor kiválasztunk valószínűleg egy új feladatot. Arra meg egy állatszállítást. Válasszunk egy sofőrt. Ó, itt egy gangsta csávónk van, úgy látom. Kiválaszt járművek, plusz Arion, kiválaszt.
És ugye kell nekünk egy állatszállító trailer. Oké. Oké, minden állatszállítási feladathoz hozzátartozik a helyek listája. Ebben fejezetben az a célunk, hogy megbízott adja el a gazdaságban lévő állatokat a kereskedőnek. Egy állatszállítási feladatnak tetszőleg egy számú megállója lehet így. Például az is kivitelez, hogy, hát ő, hogy az alkalmazott először állatokat szállít a kereskedőhöz, majd új jószágot vesz a kereskedőtől, és utána azonnal a gazdaság istálójába viszi. Ez is tök jó, egyébként ugye konkrétan a pénzt is tud kezeli. Nem is tértem ki az előző fejezetbe, hogy ugye az eladáskor meg a vételkor is nyilván kezeli a pénzt, de hogyha megbízod azzal, hogy állatot hozzon, akkor is ugye az meg fogja venni. Ez is szerintem rohadt jó. Oké. Okay. Akkor kellene nekünk egy állomás az átrakó istállóból. Vigyük. Igen, felrakást szeretnénk. Állatfajta. Igen, holstent. Még meg kell adnunk a kirakodási pontot, nyilván. És akkor adjunk neki, az ki, hova kell? Kereskedő értékesítés. Típus. Lerakás. Állatfajta. Honszem. Oké. Okay. Jó. Ismétlődő útvonal. Igen, ismétlődő útvonal, ugye, hogyha nem fér be, akkor ugyanúgy, mint a gabonánál. Tudja ő csinálni azt, hogy többet fordul, vagy bármit ugye tudsz ezzel csinálni. Folyamatos. Az útvonal különböző feltételeket záródhat be. Választjuk a mennyiség paramétert. És akkor kirakod a célérték 12 állat. Oké. Okay. Sofőrönként számított mennyiség. Ugye kettő sofőrt is fölvehetsz rá, kettő darab traktorod van. De hát igazából mindegy, mert egy is el tudja végezni a munkát, többet fordul, ennyi. Mentés. És akkor, erre kíváncsi vagyok megint csak, hogy hogy fogja fölvenni. Ez nekem nagyon tetszik, hogy nincs itt semmi humbuk, nincs itt csalás. Rendesen ugye beáll, fölpakol, elmegy ugye, végig tud követni. Meg tud nézni, hogy a forgalomban hogy viselkedik, ugye a forgalommal is együtt mozog. Ez is dudál, ez is nagyon jó. És akkor ugye meg tudod nézni, hogy föl fogja pakolni elvileg az állatokat, csak nagyon nem férünk itt el. Jó, bocs. Bocs, haver. Kíváncsi vagyok, nézelődő. Én vagyok a főnök, ne dudáljál nekem, testvére, mert komolyan mondom, hátba vágok. Le is engedi, figyeld, leengedte. És akkor ugye... Hoppa, jaj. És akkor ugye felkerülnek rá a marhák. 12 darabot ugye úgy tud elszállítani, hogy két fordulóval. Nem által fölemelni azt a pótkocsit. Ja, már indult is, menet közben emelte föl. Szépen kimegy, elviszi, eladja. Ezt most nem nézzük meg, nyilván. Jó, oké, bocsánat. Elnézést kérem, hogy eléd mertem menni. Nem kell megadni neki az útvonalat, ő tudja, hogy merre kell mennie. Nem kell aggódni, hogy majd el fog akadni mondjuk a forgalomba, mert ugye a tényleg mesterséges intelligencia szépen kiszámolja, hogy tud ő közlekedni normálisan. Egyébként ugye a térképen ugye meg is lehet látni, hogy hova fogja vinni az állatkereskedő. Meg lehet figyelni, meg lehet kísérni az állat, hogy az útvonalát, az is tök jó. Nagyon, nekem nagyon tetszik egyébként, nagyon jól meg van ezt csinálva. Ez is szerintem egy ilyen csoda kategória. Hú, jó messzire kell vinni, nézzétek, ott a folyón túl. Ott a folyón túl. Egyébként nem tudok bele, de bele tudok ugrani. Jó. Bele tudok ugrani, és tudom nézni, hogy hogy viszi, nem én csinálom. Tehát egyébként ez egy beállítás, be tudod állítani, hogy ne tudjál beleugrani a bőrébe, de ugye tudsz olyat is jelni, hogy bele tudsz jönni a bőrébe, és akkor mint hogy az ő szemével tudod így látni a dolgokat, hogy ő mit csinál. És ez is egy tök érdekes feature, várjál, ezt a bezárom. Ó, de kár, végig akartam volna nézni, kíváncsi lettem volna a forgalommal, mit csinál. Oké, a következő etetés segítő kezdés. Ezt mindenképpen még akarom durrantani ebbe a részbe, elég sok tutorial rész, azért pörgök mind a trágyaszóró, hát ezt látjátok, szerintem észrevettétek. Menjünk végig ezen a segítőn, ez legyen egy darab videóba bele súfolva, úgymond. Hát nem egy olyan hosszú, amúgy se, annak köszönhetően, hogy ez a menürendszer, ez egy tök jó, egyértelmű. Na, a következő bemutatóban
Erre rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog éltetni az állatokat, meg mit fog vele csinálni. Következő bemutatóban megtudhatod, hogy bízd meg az alkalmazottadat az állatok takarmányozásával. Az állataid az első istállóban vannak, és a gazdaság silója tele van kukorica szilással. Tovább akkor itt van kettő darab állat, amennyi. Elvileg ez az egyes, ugye? Egyes boxban vannak. És úristen, várjál már, álljunk meg. Hát de fel kell rakodnia. Azt mondjátok, hogy föl is fog pakolni. Mármint így konkrétan, ez fel fogja pakolni a porkocsira a cuccot? Nem csak azzal, hogy meg fog telleni? Na ez egyik legérdekesebb dolog lesz. És hol van a traktorja? Vagy mi van? Most hol van a traktorunk? Miben fogja csinálni? Remélem nem az lesz, hogy egy kicsit félek tőle, hogy ezt így elsporolták, hogy konkrétan annyi lesz, hogy nem fog történni ezt meg a valóságban, és én, sőt, én úgy érzem, hogy ez így lesz. Na, de ne legyen igazunk. Nyisd meg a menüt, F1. Oké, melós. Oké. Új feladat. Adjuk neki egy feladat, ugye állat... Nem. Takarmányozást, legyen a takarmányozás. Sofőrök, adjunk egy melóst. Az öreg shutter. Az öreg pacemaker itt a nyomja. Béla bá. Kiválasztás. Siló. Igen. Etetési feladatban meg kell határoznunk, hogy melyik silóba vegyük a takarmányt. Ehhez az oktatóanyaghoz a gazdaság első silóját használjuk. Fontos, hogy silót fel kell fedni, hogy az alkalmazott ki tudja szedni a szílást. Igen, akkor az egyes síló. Jó. Minden takarmányozási feladathoz hozzátartozik az istállók listája is. Mivel jelenleg csak az egyes istállóban van jószág, csak róluk kell gondoskodni. Ugye be tudod állítani, hogy melyikekről gondoskodjon. A takarmányozási feladat egyszerre több istálló állatainak takarmányozását képes kezelni. Így az etetéshez csak egy alkalmazottra van szükség. Ez azonban azt jelenti, hogy az adott munkás további feladattal nem tudod megbízni. Jó. Istálló hozzáadása ugye az egyes. Rendben. Ismétlődő feladat. Igen, be tudod állítani, hogy mikor etesse. Be tudod állítani, hogy minden nap, vagy pedig minden másnap, vagy minden harmadik nap. Vagy meg kettőt, így minden másnap eteti őket mentés. És zárd be a feladatot. Na, erre vagyok kíváncsi. Várjál már, belepörgettünk az időbe. Amint láthatod, az alkalmazott az egyes sílóban megetette az állatokat. Mindig győződj meg arról, hogy a sílóban elegendő a tartalék a munkásra bizott feladat elvégzéséhez. A következő oktató vagyok megtalál. De várjál, hát ez konkrétan történik így valami, gyerekek? Mármint így látszik? Mert most ezt nagyon szépen így átléptük, de szerintem igen, itt lehet, hogy ki van spórolva. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudná megvalósítani a rendszer, hogy konkrétan homlokra korogva pakoljon. Én gyanítom, hogy ezt lehet, hogy ez ennyi volt, de hát nem nagy probléma, mert konkrétan olyan, mint hogyha lenne egy telepi munkásod, aki akármivel is, akár talicskával is teheteti az állatokat, mondjuk minden másnap. Ugye ilyenkor nem tudsz más rábízni, de viszont az állatokra nem lesz gondod. Ez egy tök jó dolog, szerintem. Igen, és jön az utolsó feladat, a biogázüzem feltöltő segítő. Egyébként tök durva, hogy ott nyújtózkodik néha a karakterünk, az árnyékán látni. Jó, a biogáz üzem feltöltő segítő az hasonló különben, mint az állat etetés, a takarmányozás, csak annyi, hogy ott ugyanod meg a feladatot, hogy a biogáz üzembe dolgozzon neked. Gondolom az fogja csinálni, hogy szintén a bunkár silóból pakolja a biogáz üzemnek ugye a tartáját, vagy nem is tudom, hogy nevezzük azt az aknát. Na, ebben az bemutatóban megtudhatod, hogyan bízd meg az alkalmazottakat a biogázüzem bunkerének feltöltésével. A biogázüzem harmadik számú tárolója tele van, tökéletesen sílódott kukoricával. A sílót még nem fették fel, és már ma is felhasználható. A biogáz előállítására, mivel a bunker manuális kirakodása időigényes, egy alkalmazottat is kijelölhetsz rá. Ugye annyit tudunk csinálni, hogyha nincs alkalmazottunk, hogy innen kilapátoljuk, oda belapátoljuk, de ugye megpróbáljuk akkor egy alkalmazottal. Nincs még a feladatmenüt, hát itt, igen. Ebben a feladatban, igen, tudjuk, új feladat, biogáz üzem, feltöltés, adjunk hozzá egy sofőrt,
ki lesz. Na, új csajunk van, gyerekek, a Szofi. A Szofi, a barna Szofi. A szőke Szofi, nem barna Szofi. A bunker, adjunk meg egy bunkert. Igen. Minden biogáz feladata, az is, tehát azokról a silókra, amelyeknek tartalma átvihető a bunkerbe. Mivel a biogáz üzemben jelenleg csak harmadik siló van tele is fedetlen, ezt az egyet kell hozzáadni. Megadhat több silót bunker feltöltéshez, amiben megkíméheted a magad egy, több egyforma feladat létrehozásától. Ilyen esetben azonban erre a munkásra kirendelt alkalmazott nem lesz elérhető további feladatokra. Semmi gond, akkor a hármas silót elvileg kijelölhetjük, ismétlődő feladat. Minden másnap töltse fel. Még azt is be tudod állítani, hogy mikor, hány órakor csinálja ezt meg. Oké, zárja be a menüt. Ja, ezt nem látjuk, ezt nem tudom, ezt majd megnézzük, hogy mi, ez hogy működik. Annyi, hogy ugye most már le tudjuk ellenőrizni itt a kijelzőn, hogy az alkalmazottad a bunkerbe a harmadik silóban származó szilást töltött. Mindig győződj meg róla, hogy a silóban elegendő tartalék áll rendelkezésre, hogy a munkás el tudja végezni az ismétlődő feladatot. Ez tök jó egyébként, hogy így a minden másnapra ugye meg tudod adni neki, hogy meg be tudod állítani, hogy két naponta létszi, akkor küldjed befelé a izébe, a bunker silóból, ugye ebbe a bunkerbe, ezt is bunkernek nevezik, a biogáz üzemnél a munkát. Mert szerintem ez rohadt jó, ez is tök jó, nagyon jók ezek a munkások, és ezt nem csak úgy mondom, hogy nagyon jók ezek a munkások, hanem ezek szerintem ilyen epic kategória, hogy ilyen jó be lehet állítani neki, hogy miket csináljon, hogyan csináljon. Nekem ez nagyon bejövős. Nézzük akkor, hogy mi van hátra még. Ó, meg is csináltuk akkor ezt a menüt, és összesen gyerekek 4 darab oktatóanyag van hátra, és meg is nézzük, hogy milyen 4 darab oktatóanyag van. Meg mi? 4 darab oktatóanyag van hátra, azt írja, de nem érti a képer, hogy milyen. Mert itt megvan minden, bazze. Ja, várjál. A fejezetek vannak hátra, gyerekek. Igen, a fejezetek vannak hátra, amikben ugye izéket kell csinálni, konkrétan már ilyen szkenáriókat. Ez nagyon, így végigfutok rajta nagyon gyorsan, megnézzük, hogy mégis miket. Hogy ez szerintem valahogy, hát ezeket elég hosszak, ott írja, hogy 180-210 perc körülbelül, ameddig megcsinálod. De ugye van ennek egy ilyen sztoria. Kemény tél volt, de magunk mögött hagytuk az utolsó fagyot. És most reménykedünk abban, hogy előkészülhetünk a vetésre. Remélhetőleg a márkakereskedés felkészítette a megrendelt gépeket. Így idén időben vethetjük az árpát és a kukoricát, egy csöppet sem érünk rá. És akkor ugye ezeket a szkenáriákat végigcsinálom, de ez is egy ilyen felkészítő konkrétan. Ez olyan, mint nem tudom, talán valamilyen vizsga. És majd egy ilyen komplexebb feladat, ami már nem tutoriál, hanem konkrétan így igaz, hogy valószínűleg fogni fogja a kezed, hogy végig kell csinálni. De nézzük bele, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog zajlani. Gondolom megadott gép, per rendelkező gépegységgel megadott feladatokat el kell végezned, esetleg van egy cél, amit el kell érned, és akkor ugye ezeket a szkenáriókat megcsinálod, és akkor ugye most már végezte az összes tutoriállal, vissza összes szkenárióval, és akkor elérhető a kampány, meg ugye a free mód, ami igazából hasonló. Na, professzor, nem hiszen Farmstein? Professzor Farmstein? Nem Frankenstein, ez nagyon jó. Ebben a fejezetben 2 mezővetésről, majd később a betakarításáról kell gondoskodnod. Az első lépés a kb. 0,8 hektár nyári búza, és ezen felül kb. 1,2 hektár kukorica vetése. Ennek a elvégzéséhez gépeket biztosít a járműkereskedő, mivel új technológiába kívánsz befektetni, és szeretnéd tesztelni a berendezéseket. Tök jó, hogy van egy ilyen háttértörténet, ez nekem nagyon tetszik már alapba. 2 tünet már elő van készítve számodra, hát itt az ideje, hogy átvedd a Lemken, Zirkont és a Sapphire-t, ezt követően lassan itt is lesz az ideje megkezdeni a vetést. Ha nem vagy biztos abban, mit kell tenned, néhány lépést
Kibontva az alábbi információt kapott a leírás követő. Jó. Oké. Gyerekek. Igen. Igen. Gyerekek. Jó, figyeljetek ezt, mindenképpen, mindenképp minimum egy külön videóba csináljuk meg ezeket a szkenáriókat. Nézzétek, ott a kereskedőnél vannak különböző egységek, látod? Ott. Itt meg ugye itt vagyunk mi, itt van egy gépünk, ugye a Merci, de viszont itt a kereskedőt, ahogy ezt mondtam, itt, jó, oké. Ott volt még valami. Annyit ugye meg lehet nézni, ezt az F1 menüt kell tanulnunk, ugye meg tudjuk nézni a járműveinket, és a flottánkat, hogy mi van. Tehát a flottánkban ugye van egy ilyen nyomsúly, van egy Lemke Saphir vetőgép, van egy Zircon vetőgép, ami kukoricához, ez meg ugye a búzához, meg van egy izénk, meg van egy Mercedesünk, ezzel kell ugye elvetni, és később meg majd mindent is megcsinálni. Nagyon szuper. Jól vagy, gyerekek. Jó, oké. Okay. De egyébként ez tök durva, hogy így meg tudod nézni, hogy hol van. Ugye ez most még ott van a kereskedőnél. Ez is ott van a kereskedőnél. Marha jó. Ja, egy kicsit olyan... Aha, ja, így tudod megnézni. Bazz, így még rá is lehet zoomolni. Hát, az beszarok. Jó. Köszönöm a figyelmet. Mindenképpen azt fogjuk, a kereskedőre is kéne egyébként nézni egy-két dolgot. Cséplés, hogy mihez akarod használni, figyeld. Tokarmányozásra, vontatásra, vonórúd. Ja, vonórúd benne van gyárilag ugye a terepi munka. Gyárilag ugye benne van a vonórúd a játékban. Ami nem véletlenül, mivel ugye van itt sár és elakadás meg minden. Alkalmazottak, figyeljetek, meg kell csinálni, hogy alkalmazottaknak kiadom, aztán Isten áldja, ami. Igen, itt van ugye, hogy mennyi XP-d van, az kapod ugye ezért a feladatokért is. Ugye az XP ebben a játékban, ha jól értelmezem, annyit számít, hogy unlockolhatod a különböző járműveket. Kicsit hasonlóan, mint a SnowRunner-be, tudod, hogy ilyen szinteket tudsz lépni, és akkor unlockolódnak dolgok. Konkrétan, mint hogyha nagyobb lenne a reputációd, vagy esetleg tapasztaltabb lenne, és akkor elérhető vagy válnak különböző dolgok. Nagyon szuper, oda nézzetek, ott a spirálrugó. Mondtátok, hogy farmingban is milyen ki vannak dolgozva a dolgok, nem csak ebben a játékban, hát tudom. Viszont a két játék úgymond háttere, és anyagi háttérre gondolok leginkább, mivel a tudásbeli háttérben nincs hiány, az anyagi háttere az nem egy lapon említhető, nem egy szinten vannak, viszont a tudásbeli háttér, amivel ezt megalkották ezt a játékot, ott meg magasan szerintem ez a játék kiemelkedőbb. Na, srácok, köszönöm a figyelmet, nagyon gyorsan végigrohantuk, láttátok az utolsó tutoriálokon, innen a szkenáriók jönnek, 4 darab végigcsináljuk, aztán jön a free mode, vagyis inkább úgy mondom, hogy a karrier. Jók legyetek, sziasztok!